Egy igazi magyar foci szurkolónak nem is lehet nagyobb vágya, mint hogy kezdődjön már bajnokság, mert a sajátosságunk miatt azért 2-3 hónapot kihagyunk, és nem tudunk szurkolni, mert csak várjuk a híreket, amelyek általában a felkészülés és a futás mennyiségét szóltak, hogy mindenki derekasan küzdött. Várjuk a kezdő sípszót, most már nem érdekel, hogy milyen idő van, bár most elég jónak tűnik. De most az igazi kérdésekre most fogunk választ kapni, és különösen az első három forduló véleményem szerint sok mindent eldönthet. Ha a Győr szárnyalni fog, akkor nem lehet megfogni. Ha az alsóházban gyűjtögetik a kicsik a pontokat, akkor aztán itt óriási csaták lesznek a végén. Tehát én azt mondom, hogy egy nagyon tüzes, egy nagyon izgalmas, és remélhetőleg tartalmas és minőségi játékban nagyon jó bajnokságot fogunk látni. Röviden csak annyit az NB1 őszi szezonjának a végeredményéről, hogy visszaállt vagy beállt a rend, hiszen látható, hogy azok a csapatok kerültek az élbolyhoz, ahol rendezettek az anyagi körülmények, jó játékos állománnyal rendelkeznek. Hát némi átalakulás van, hiszen a Videoton és a Debrecen hegemóniája megtört, és a Győr, amely ugrásra készen állt évek óta, most jelentős pont előnnyel vezeti a tabellát. Az első fordulók sok mindent eldönthetnek, mert ha Győr változatlanul eredményes lesz, akkor nagyon idegesíti a többieket, és akkor lépésről lépésre egyre közelebb lesz a bajnoki címhez. Ők ezt már csak elveszteni tudják. Hát nyilván a Videotonnál a filozófia az volt, hogy egy posztra két játékost szerződtessenek, igazoljanak vagy készítsenek föl. Most lement a teher róluk, új edzővel repülniük kell, hogy utolérjék a Győrt, majd meglátjuk, hogy elég lesz-e. De egy biztos, hogy a Vidi és a magyar foci profitált ebből a nemzetközi kalandból, mint ahogy tavaly előtt a Debrecen, és sorolhatnám azokat a magyar csapatokat, akik elindultak. A magyar futball már formájában kezd közelíteni a nyugat-európai futballhoz, ami azt jelenti, hogy vannak olyan klubok, amelyek megtehetik, hogy sok pénzt áldoznak a külföldi játékosokra, ők ezt az utat választják, hogy a gyors eredmény érdekében ömlesztik. Vannak olyan csapatok, szerencsére azért még a magyar futballban, lásd MTK, Paks, Szombathely, amelyek bekorlátozzák magukat, hiszen nem akarnak túlzott ígéreteket tenni, és ők azt mondják, hogy abból az erőből, energiából táplálkoznak, ami a anyagi oldalát, és a gyakorlatban a játékosok, azok különösen a fiatal gyerekek esetében lehetőséget ad nekik. Nekem mindegyik szimpatikus, út félreértés ne essék, mert ma már nem az az idő van, amikor én futballoztam, hogy be voltak zárva a határok, és az ő összes rendkívül jó futballista itthon játszott, és azért volt látva is a magyar foci. Van egy üldöző boly, a Fradi Újpest és a Diósgyőr, akikről nem beszéltünk, és természetesen számomra érthető okokból a Fradi felkészülése volt a legizgalmasabb. Hát ott is egy filozófiai átalakulás van, tehát ma már nem számít, hogy majdnem, hogy csak külföldiből áll a kezdőcsapat. A közönség, ha lesz eredményt, szeretni fogja őket, és nyilván most mindenki azt várja, hogy az edző, aki nagyon szépen bemutatkozott és jól levezényelt az őszt, még sikeresebb legyen, és a Fradi csatlakozzon, és valamelyik dobolgó valamelyik helyét elérje. Ugyanez van Újpesten is, hiszen bár ők távolabb vannak, de az újpesti közönség már több türelmet nem ad sem a csapatnak, sem az új tulajdonosnak, bár ott belső ellentétek szították a kedélyeket, ez nem tesz jót. A Diósgyőr esetében azt érzem, hogy egy kicsit kifulladtak ők, az NB2 után volt egy nagy elvárás és egy nagy népünnepé egész megyében. Talán az új játékosok leigazolásával lett egy vérfrissítés és erősödtek, és az a közönség, amely nagy részét megtartotta, saját magát megtartotta, az aztán tavasszal újult előre még nagyobb létszámban megy ki és drukkol. Tehát azt mondom, hogy hosszú idő után egy nagyon, de nagyon parás tavasz elé nézünk, mind a felsőházban, mind az alsóházban. Az Eger sajnos még mindig nagyon nehéz helyzetben van, hiszen ha jól tudom, akkor nem játszhat még mindig otthon. Kezdődik előről az a mentális felkészítése, és hát elég sok új játékosoknak, hogy gyerekek, hát nincs hazai pálya előnye, nincs közönség, hát ettől függetlenül oldjuk meg a feladatot. Gyanítom, hogy nekik a tavasz folyamán, ha elszállnak a remények, bár még messze vannak attól, tehát reményük van, akkor egy új klubmodellt kell felépíteniük, és talán már a jövőre kell koncentrálniuk, ami nem jelenti azt, hogy a jelent elengedik. Siófok esetében talán rendezettebbek, sőt rendezettek a körülmények, és nagyon szimpatikus például Horváth Károly, aki
aki mint Minari Kede, és ezt jól mondom, vezéli le a klubot, a csapatot, a játékosokat, és ma már ott tartanak az NB1-es klubok, hogy azon fiatal játékosok, akik nem tudnak játszani a csapatukban, mennek Siófokra és próbálnak játszani. Ez viszont azt jelenti a Siófok esetében, hogy nagyon nagy a körforgás a játékos állományt illetően, és a nagy kérdés, hogy tudják, összetudnak-e állni, tudják-e a stabil csapatot és az eredményt hozni, vagy sem. Gyanítom, pokoli nehéz dolgok lesz, és önállók is ez az év el fog úszni. Büszke vagyok rá, hogy pár évvel ezelőtt elmondtam, hogy most van egy ész nélküli kiáramlás a fiatalok és egyáltalán a menedzserek révén a játékosokat megbolondítják, és mindenféle realitás nélkül. De erre meg azt mondtam akkor, annó, hogy gyerekek közben, mint egy puskalövés, és amikor eldődül a puska, akkor a varja fölrepennek az ágba, aztán majd mindenki visszatalál a helyére. Na ezt látom most, hogy elmentek. Természetesen Juhász Roland esetében nem egy fantasztikus karrier van mögötte, de a lelkének is jobb, és a szakmai lehetőség, hogy hazatérjen, és egy jó csapatba. Azért egy nyugat-európai középcsapat szintjén van a Videoton, gondolom az anyagi, a tárgyi, infrastruktúrás helyzetben, tehát nem volt visszalépés neki. De ugyanúgy elmondhatom Lázár Pál esetét, aki nagyon örülök, hogy visszajött, meg érezhető volt a megtorpanás, és egy jobb védő posztján ő nagyon-nagyon tehetséges volt, és már-már stabil válogatott is lehetett volna. Ugyanúgy Elek Ákos és Rudolf Gergő esetében is azt mondom, hogy egy olyan csapatot választott, ahol erőssége lett. A Gergő esetében pedig azt várom, hogy nyerje vissza az egészségét és azt a formáját, amit nagyon megszeretünk, nagyon megkedveltünk, hiszen volt időszak, amikor vitte a hátán a magyar válogatottat. És ezekkel a játékosokkal kiegészülve, sőt a fiatal Kovács Pistával, aki a Videótonban most már kihagyhatatlan lesz, azt hiszem, hogy a bajnokság színvonala erősebb lesz, és a klubok nagyon-nagyon sokat fognak profitálni ezekből a játékosokból, akik hazatértek, vagy akik fiatalok is, és most már stabilan fognak játszani.